Mély tisztelettel üdvözlök mindenkit, itt vagyunk Pápán. És hát nem ez a nap fő projektje, de gondoltam, hogy ha már itt vagyunk, akkor egyébként megmutatom nektek ezt is. Ugyanis ez egy érdekesség, ami nem közlekedik minden egyes nap, csak ilyenkor vasárnaponként Szombathelyről egy interrégió fellendül, és most jelenleg egy kis vágányzári munkálat miatt csak kelenföldig közlekedik ugyan, de egy közvetlen szombathelyi vonat Pestig, ami egyébként kerülő úton, Celldömöltől, ugye itt szépen Pápán keresztül Győrön át halad Budapestre. Hát ugye itt a vontató jármű, hiszen mivel villamosítatlan vasútvonalról beszélünk, majd vagy egy csörgő, vagy egy hörgő lesz, ezt nem néztem meg, elnézést, egy schuldigung bitte, majd látjuk, és felmegyünk szépen Győrbe, ahol általánosságban egy Taurus szokta átvenni a szolgáltatást. Úgyhogy gondoltam nektek, hogy ezt a kis érdekességet megmutatom nektek, és Győrig fogunk vele utazni, mert nekem lesz egy forgatásom még este 8-kor a déli pályaudvaron, és már ugye ezzel is elmehetnék Ellenföldig, viszont a mozdonycsere miatt szerintem, hogyha nem késik a vagy Eurocity, vagy Railjet, akkor azzal fogom folytatni utamat Budapest irányába. Viszont itt szerintem az érdekesebb, hiszen én ugye tudjátok rólam, hogy egy dízeles emberke vagyok leginkább, ha villanymozdonyok, akkor pedig inkább a régi iskolát képviselem, tehát Szili és hasonló. Mondjuk így, hogy ha már réginek lehet nevezni, de hát mondjuk nevezhetjük talán réginek, akkor egy ilyen gigantik bezárólag érdekelnek úgy igazán a villanymozdonyok. Szóval a lényeg, hogy felkúszunk ezzel a kis szerelvénnyel, megmutatom nektek, milyen az összeállítása. Nem tudom most hány kocsi lesz, olyan 4 szokott lenni, és akkor vagy egy csörgővel, vagy egy hörgővel megindulunk innen Pápáról, szépen Győrbe, ami egyébként, még egyszer mondom, egy közvetlen pesti vonat.
mutatások, jó az lehet. Mi nem adjuk a szervezésébe a fordnak? Úgy emlékszem. Mi tartottuk? Volt egy nekünk betérkező. Végül Pest felé is ezzel mentem, hogy nektek a szilis videót, amit már láttatok egyébként, azt le tudjam nektek forgatni. Rövid utam, illetve egyszeri kipróbálás után én nem mondhatok semmit, sem negatívumot, sem igazán pozitívumot. Utasforgalmi tekintetben azt láttam, hogy igazából a cél, hát ugye akkor maradjunk annyiba, akiket Pápán láttam, azok nem nagyon utaztak tovább Győrön túl. Talán pár ember volt, akik tovább vették az irányt és jöttek Pest felé, tehát nem nagyon látom egyébként a relevanciáját, de ez egy utazásnak a élménye, illetve tapasztalata, szóval, hogy ebből mély konzekvenciát én nem vonnék le, sőt, nem is teszem, mert az felelőtlen lenne tőlem. Itt már Tatabányát hagyjuk el, legyetek jók, nyomjatok egy hatalmas lájkot, és írjátok meg, hogy ti utaztatok ezzel, mit gondoltok erről, sziasztok!